Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Szeged TV nézőit, én Gavra Gábor vagyok, ez pedig a most először jelentkező Mélyvíz című műsorunk, amelyben a magyar közélet legfontosabb témáit vesszük górcső alá, méghozzá 40 percben, szóval lesz idő bőven beszélgetni, és minden hétre igyekszünk az adott témák legjobb szakembereit hívni. Mostani vendégünk és egyben a Mélyvíz című műsor első vendége Magyar György, akit tisztelettel köszöntök, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Én is köszönöm a meghívást, és megtiszteltetés, hogy első lehetek, mert ez a princesz jogosultság része. Amiért a Magyar Györgynek a meghívásával kapcsolatban indokolt azt mondani, hogy az adott téma legjobb szakértőinek egyike, az majd a második témánk lesz az előválasztás, mert hogy Magyar György a civil választási bizottságnak a létrehozója, egyik alapítója, és fogunk beszélni arról a műsornak a második felében, hogy hogyan lehet 2026-ban egy ellenzéki jelöltnek a kormánypárti jelölttel szemben állnia. És ezzel összefügg az első témánk is, ami, és mindjárt elnézést is kérek a szegedi nézőktől, de egy kifejezetten fővárosi téma lesz, de nagyon is érinti egyébként a többi önkormányzatot, hiszen alakuló ülés lesz a fővárosi közgyűlésben napokon belül, és más önkormányzatokkal ellentétben itt nagyon nem lehet tudni, hogy mi lesz, és ez azért különös, mert még olyan helyzetben is, amikor mondjuk fideszes polgármester ellenzéki többséggel, vagy ellenzéki polgármester fideszes többséggel kénytelen társbérletben irányítani egy-egy települést, azért 4 hónap alatt ott is azért illik valamiféle megállapodást tető alá hozni. Ehhez képest Budapesten az a helyzet, hogy ellenzéki főpolgármester van, formálisan kényelmes ellenzéki többség, és mégsem lehet tudni, hogy például ki lesz a főpolgármester helyettes Karácsony Gergely mellett. Hogy alakulhatott ez ki? Hát az ősbűn álláspontom szerint a jogszabályváltozásban keletkezik. Az előző ciklusban és azt megelőzően is hosszú ideig a fővárosi kerületek polgármesterei alkották zömében, nagy részben a fővárosi közgyűlés tagjai. 9 voltak listán, a többieket pedig a helyi polgármesterek biztosították. Ezzel a tevékenységgel és ezzel a választási metodikával lehetett irányítani a fővárost, mert az ember, ha fővárosi vezető volt, tudta, hogy kik állnak mögötte, és milyen előterjesztéseknek milyen elfogadottsága várható. A jogszabályváltozás lényege az, és a szegedieket ez is valamilyen szinten háttérből érinti, az volt, hogy most akkor visszaálltak a korabeli listás szavazási rendszerre, túl ezen még megfűszerezték azzal, hogy rátették ezt az EP választás időszakára, tehát eléggé zavaros körülmények között jött létre a fővárosi közgyűlés, és megint a listás szavazások alapján láthatjuk ezt a káosz következményt. Káosz van. Én azt gondolom, hogy káosz van, mert a korábbi nyugodt városvezetés esélyei elmentek, a 33 fős fővárosi közgyűlés akként áll össze, hogy van 10 fideszes képviselő, van 10 tiszapárti, és még vannak néhányan. Következésképpen nincs többség. Na most azért kellene a többség, hogy a konszenzusokkal összefüggésben döntések születhessenek. Nem tudom megmondani, hogy az elmúlt 4 hónapban ki mit tett és mit nem tett. Az, hogy vagdalkoznak a médiában, ezt látjuk, hogy mindenki másban látja a hibást, ezt is látjuk. Tehát egy tevékenységet már tudunk azonosítani, a vagdalkozást a médiában. Az jól működik, igen, és szórakoztatják vele a nézőket, ahelyett, hogy programok ütköznének, ahelyett, hogy kivilágosodna, hogy mit szeretne a regnáló és újraválasztott főpolgármester, mit szeretne az ellenzék, mondjuk például a Fidesz meg se szólal. Tehát azt veszem észre, hogy élvezik azt a szituációt, hogy sikerült az ellenzéken belül ekkora nagy kavalkádot kialakítatni, és nézik, hogy hova vezet. Az a rossz hírem, hogyha nem jön létre konszenzus, akár most péntekig, akár azt követően a következő ülésig, akkor Sára Botond elnevezésű főispán lép elő, mert ő kezdeményezheti a bíróságnál annak megállapítását, hogy mulasztásban van a közgyűlés, és vonják meg tőle a rendelet és határozatalkotási jogkört. Ez nagyon lényeges, mert ha a bíróság ezt elrendeli, ad egy határidőt,
és azon belül sem születik meg, akkor ez a jog átszáll Sára Botondra, magyarul a hivatal vezetőjére, és azt hiszem nem tesz jót sem az ellenzéknek, sem a fővárosnak, mert Sára Botond személyében olyan főispánt üdvözölhetünk, aki már sokszor megmutatta önmagát, az utóbbi időben pedig rendre elveszítette úgy a 8. keleti polgármesteri lehetőségét, mint az országgyűlési képviselői lehetőségét, most pedig bekerült volna a fővárosi közgyűlésbe listáról, de nem ezt választja, hanem maradt főispán, és ezek a jogkörök ilyen értelemben őt még meg is emelik. Nézzük meg azt, bár ugye azt megállapítottuk, hogy a színfalak mögött, hála Istennek, egyikünk se volt ott az elmúlt 4 hónapban, ezért a főszereplőknek a tevékenységéből annyit tudunk leszűrni, amennyit a nyilvánosságnak megmutattak. Ez egyébként kicsit talán igazságtalanul, azt mondta az ügyvéd úr, hogy ez a médiában történő vaglalkozás volt. Nyilván volt más is, voltak ennél konstruktívabb momentumok, de túl sokat nem, én se tudnék felsorolni. De hát ugye mi egy másik műsorban beszélgettünk arról a tavasz folyamán az ügyvéd úrral, hogy ez a 4 hónap, ez nagyon-nagyon hosszú idő, amíg az önkormányzati választástól eltelik az új testületek megalakulásáig, az új polgármesterek hivatalba lépéséig. Ugye itt ráadásul Budapesten egy olyan helyzet van, hogy nem új főpolgármester lép hivatalba, hanem Karácsony Gergely marad hivatalában, és egyébként most beszéljünk majd arról is, hogy maga az ellenzék összetétele változott nagyon erősen június 9-én, de mégiscsak arról van szó, hogy egy ellenzéki többség maradt. Tehát ha esetleg a Fidesz annak idején úgy gondolta volna, hogy az új összetételű közgyűléssel majd fideszes többség lesz a fővárosi közgyűlésben, nem tudom, hogy így gondolta, akkor az nem jött össze. De hogy a fenébe nem elég egy ellenzéki főpolgármesternek és egy ellenzéki többségű testület, hogy mondjam, még akkor is érthetetlen lenne, ha az egyikük fideszes lenne, de így meg aztán végképp. Hát szóval maradjunk abban, hogy ez egy liberálisnak mondható ellenzéki többségű főváros. Ebben azt hiszem megegyezhetünk. A Fidesz... Túlzott baloldalisága semmiképpen nem vádolható ez a testület. Ez sem jobboldalisággal. Azt kell azonban mondani, hogy a Fidesz, amikor a jogszabályt megváltoztatta, nem feltétlenül arra gondolt, hogy sikerül neki itt nagyobb erőnyöket élvezni, mert láthatjuk, hogy a meglévő pozícióikból is veszített a fővárosban. Különbözően polgármesterek federációjában, a képviselőtestetek összetételében veszített a Fidesz a jelenlegi helyzetéhez viszonyítva. Tehát valószínűleg nagy illúzió lett volna azt feltételezni, hogy ők majd átveszik az irányítást a fővárosban. De azt elérték, és ez volt a másodlagos cél, vagy talán már elsődleges cél, hogy keletkezzen egy nagy zűrzavar az ellenzéki oldalon. Ez sikerült. Új szereplők jöttek. A Tisza pártra korábban nem számított senki. A Magyar Péter féle hype-nak ide is van visszahatása. A Kutyapárt belépett. Nem volt ott eddig. A Vitézi Dáviddal kapcsolatos LMP is bekerült a közgyűlésbe. Tehát új szereplők, új összeállítással. A korábbi motivációs elemek, tehát akik nagyobb többséget rendelkeztek, pedig összeszűkültek. A DK-nak is, és a baloldali karácsonyféle támogatottságnak relatíve kisebb a ráhatása. Ebből keletkezett, amiről beszéltünk az előbb, zűrzavar vagy káosz. Na ez a politikai káosz szerintem a Fidesznek nem hátrányos. Ezt majd a kivetítjük a nagy választásokra, mindig is arra törekedett a Fidesz, hogy megossza, fragmentálja az ellenzéki oldalt, mert akkor nem képesek összeállni, de hogy a főszerkesztő úr mondta az előbb, ez majd a második napirenden fogjuk elővenni a mai beszélgetés következtében, hogy mégis ilyen körülmények között kell felvennie az ellenzéknek a versenyt a jelenlegi fideszes képviselőkkel szemben, de kicsiben ez itt látszik a fővárosi önkormányzatban is, hogy hova vezet, ha az ellenzék megosztott, és ha az ellenzék különböző okokból is ezt esetleg kifejthetjük, hogy miért vannak különböző okok, pártfinanszírozás, személyi ambíciók,
következő választással történő felkészülés, visszahatása a kerületekre, tehát rengeteg az összetevő, elnézést, ebből fakadóan nem jön létre gyors megoldás. Valóban ez a 4 hónap, amiről korábban mi már beszéltünk, nagyon zavaró. Ez az interregnum, hogy a régi ott van még, de még az új már áll az ajtóba, nem tudható, hogy kinek milyen betartási szándékai vannak, pénzek elosztása, régi káderek megtartása, az újaknak megnehezíteni az indítást. Tehát én azt gondolom, hogy ez mindenképpen szerencsétlen megoldás volt, de a célja megint az volt, nem feltétlenül a költségkímélés, hanem az, hogy zavart keltsen az ellenzéki oldalon, és úgy létem, úgy látom, hogy ez megvalósult. Ezt értem, és hogy mondjam, az ilyenfajta, hát hogy választások előtti, akár néhány hónappal választások előtt meghozott jogszabályváltoztatásoknak, hát van egy szomorú hagyománya Magyarországon. Hozzáteszem, hogy nem csak 2010 óta, már előtte is volt rá példa pont a önkormányzati választások előtt. És ilyen esetben szóval tényleg nem kell, hogy mondjam, az elvárhatónál nagyon jó hiszeműséget a jogalkotóval szemben elővenni. Úgy hívjuk, hogy jogbizonytalanság, és ez borzalmas következményekkel, különösen jogászok részére. Ezt értem, és az ügyvéd úrnak a jogászkénti berzenkedését ettől meg különösen értem, de ugye ennek nem kéne megakadályoznia a fővárosban többségben, az országban ellenzékben lévő szereplőket arra, hogy felnőtt módjára viselkedjenek. Tehát mégiscsak létrejött egy formálisan stabilnak tűnő, vagy fölényesnek tűnő ellenzéki többség ebben a közgyűlésben. De van egy választási akarat, és a választás ebből a szempontból nagyon ketté csúszott, mert van a többség, amiről beszéltünk egy liberális városban, meg is kapta körülbelül 70%-nyi szavazatot az összeellenzék, ha összeadjuk őket, ugye? És van egy főpolgármester. Na most a főpolgármester relációjában nincs meg a háttér. Hiába van ellenzéki többség, az föl van szeletelve. Ez a dolognak a lényege, ezt sikerült szétzúzni, és ezért nincs működőképes pozíció. És ha nincs működőképes rendeletalkotási, határozathozatali többség, akkor áll be az a veszély, amiről fentebb beszéltünk, hogy a kormányhivatal vezetőjének megnő a jogköre, és odaadjuk magyarul fideszes kézbe, hogy az ellenzék vonatkozásában hozzon határozatokat, és alkosson rendeleteket, többek között főpolgármester helyettesekről, bizottságokról hozzon döntést. Ha nincs pénzügyi bizottság, akkor nem tud működni egy vállalkozás, és előbb-utóbb nem csak, hogy helyébe lépnek, és a fideszes vezető fog döntéseket hozni, 6 hónap után még a feloszlatás veszélye is fönnáll. Tehát sikerült olyan helyzetet teremteni a választási rendelkezésekkel, és ahogy helyesen megbeszéltük az előbb, a magatartás kultúrájukkal összefüggésben magukat is beleveckélik egy ilyen pozícióba, ezért szerintem okos, amikor Karácsony Gergely azt mondja, ha nem sikerül most az első alakuló ülésen főpolgármester helyetteseket vagy bizottságokat megválasztani, mert nincs meg a többség, akkor ezt elnapoljuk, és megpróbáljuk a következő alkalommal, mert addigra majd kiegészesednek az erőviszonyok, látható lesz, hogy ügyek mentén hogyan, miként működnek, óriási szerepe lesz itt a Tisza pártnak, mert van 10 képviselője, hogy mérlegnyelve ki lesz és ki nem lesz, ez ma még nem látható, a különböző kooperációs lehetőségek nem láthatóak, de okos volt az a gondolat, hogy ezt most nem erőlteti be, mert ha ezt most beerőltetni, akkor a jelölteket le fogják szavazni, és ha leszavazzák, akkor kudarcos indítással, álláspontom szerint el is lehetetlenítik őket. Tehát nagyon jó gondolat, hogy ezt elnapolja, de meg kell tudni állapodni. Meg kell tudni állapodni. Elveszegetett idő lehetett a 4 hónap, de most még szorosabb lesz ez a határidő. És lehet, hogy a határidő összerántja a bulit, ahogy szokás így mondani. Van, így van, így van. Mint ahogy az egyetemen is emlékezzünk vissza, még úgy tanultunk, hogy amikor közeledett a vizsga, akkor mindenki összekapta magát. A vizsgaidőszak elején még mindenki elment a strandra. Igen, ez a téli vizsgaidőszakokban egy kicsit nehezebb volt, de a nyári vizsgaidőszakokban valóban ez volt a tendencia. Nézzük azt a vonatkozását ennek a kérdésnek, amit egyébként az ügyvéd úr emlegetett már, de csak inkább ilyen mellékmondatban,
ez egy nagyon, nagyon lényeges kérdés, hogy legalább egy főpolgármester helyettesnek kell lennie Budapesten. És ha képtelen megválasztani a közgyűlés főpolgármester helyettest, akkor egyet, akkor ugye a kormányhivatalnak, egész pontosan ugye a már emlegetett Sára Botonnak a kezébe kerül, hogy kinevezzen főpolgármester helyettest. Más kérdés, hogy ennek a főpolgármester helyettesnek azon túl, hogy a főpolgármester távollétében le kell vezetni a közgyűlési üléseket, jogköre nem feltételül lesz, hanem ad neki a főpolgármester. Nem így van. Ez nem egészen így. Van egy SMS. És ez az SMS a jogkörökkel összefüggésben szabályozza az úgynevezett főpolgármester helyettesnek a problematikáját. Gondoljunk csak most a harmadik kerületre, mert az önkormányzati törvény ugyanaz, ahol most nincs polgármester. És az alpolgármester is sem ér rá. Pontosabban, hát ugye legyünk diplomatikusok, akadályoztatva van a így polgármester, van. Előzetes lehet. De működő képességet fenn kell tartani, mert ott is fönnáll a veszély, hogy nem működik. Na most a jogszabály ezért, amikor azt mondja, hogy minimum egy olyan főpolgármester helyettes kell választani, aki tagja a közgyűlésnek, nem lehet külsős, következésképpen erre jogköröket is ragaszt, és a jogkör ilyen szempontból domináns lesz. Tehát nem csak helyettesítési jogköre van, hanem városvezetői funkció felülete van. Hatásköre van és illetékessége van. Ezeket nem lehet viccesnek tekinteni, ezért lép be a törvényes működés feltételrendszere. És ha nincs meg a törvényes működés feltételrendszere, akkor a helyes iránymutatásból fakadóan a parlament fel is oszlathatja ezt a közgyűlést, amelyik nem képes alkotmányosan és törvényeknek megfelelően működni. Mert nincsenek meg az kellékei, például működik a főpolgármester helyettes. Van-e olyan szereplő, nem akarom pártpolitikai irányba, vagy inkább azt mondani, nem akarom pártpolitikai állásfoglalásra késztetni, vagy kényszeríteni az ügyvédőt természetesen, de van-e olyan szereplő, legyen az akár a két legerősebb budapesti párt, a Fidesz és a Tisza párt. Ugye még az önkormányzati választáson a Fidesz kapta pártként a legtöbb szavazatot Budapesten, de már kisebbségben volt a városon belül. Ugye a különböző mérések szerint ma már a Tisza párt a legerősebb budapesti párt. Mégis azt lehet mondani, hogy ez a két párt ugye a legnagyobb párt Budapesten is. Bármelyiküknek érdeke az, hogy itt új választás legyen a fővárosban? Ezt nem tudom megítélni, mert az érdekek nagyon eltérőek. Azt kell látni, hogy itt a főpolgármesternek a küzdelme, hogy működőképes legyen a város és lakosság érdekében, rettenetesen fontos. Magyar Péter szerepében én az országos politikára való készülést látom. Nem tekinti életfontosságúnak a fővárosi közgyűlés működőképességét, de természetesen az elvek szintjén ő elmondja, hogy mit szeretne. Nagyon sok programpontja egyezik egyébként Vitézi Dávid programpontjával, néhány felületen pedig még Karácsony Gergelyével is. De én azt gondolom, hogy itt nekik kellene megkomolyodnia, vagy a Tisza pártnak kellene, ha már 10 képviselőt odaküldött, nem vendégnek, hanem aktív képviselőnek, mert képviseli a lakosságot, meg kell komolyodni, felelősséget kell tudni vállalni, különben nem lett volna szabad elindulni. És mindenután Magyar Péteréknek a 26-os választás van primátusban, elsődlegesen arra készülnek is, oda akarják a többségi népszerűséget megkapni. A fővárosi káosz teremtés valószínűleg nem érdeke, de nem ez az elsődleges. Fontos volt számára az EP képviselőség, mert onnan van egy külső presszió, ugye? Nagyon fontos az Európai Parlamentben való megszólalás, a külföldi dominancia és annak megnyilvánulása a magyar relációban. A fővárosi közgyűlésre már nem jut sem energia, másrészt nála nem ez a legfontosabb. Nem is ült be, tehát ez ebből a szempontból ő, hogy mondjam, ha tetszik, akkor felelősen viselkedett, tehát nem vállalt egy újabb pozíciót a fővárosban. Nem pozíció kérdése ez a lakosságot, ez sem érdekli. Szerintem az itt lakó embereknek abszolút mindegy, hogy ki a főpolgármester helyettes. Azt szeretné, hogy működjenek a közművek, menjen a közlekedés, tisztaság legyen, biztonság legyen. Ugye? Ezeket érdekli, a lakosságot ez érdekli. Ez a cicaharc, vagy pozíciókért való küzdelem, lakóság ellenes küzdelem. A választó azt akarta, hogy ez legyen egy
viszonylag ellenzéki többségű fővárosi vezetés relatíve meg volt elégedve az előző 5 év munkájával, és adott nekik újra esélyt. A Tisza párt fellépésével pedig ez megbillent. A Tisza párt, ha már beszállt ebbe a versenybe, álláspontom szerint kötelezettségei vannak. Megértem, hogy nem céljuk most lehorgonyozni sem az ellenzéki, sem a fideszes oldalon, mert meg akarják magukat mutatni a 26-os választásokon, de nem lehet kiönteni a gyermeket a fürdővízzel, nem lehet olyan helyzetet teremteni, hogy magára hagyom a fővárost, és ahogy a kérdésben benne volt-e, érdeke-e valakinek az, hogy a főváros működőképtelen legyen, és vagy kitelező legyen egy új választást kiírni. Nem tartom én ezt valószínűnek, egy felelős politikus nem mehet el idáig. A politika a kompromisszumok művészete. Meg kell mutatni a magyar Péteréknek is, hogy kompromisszumkészek. Nem, tehát, hogy mondjam, nem akarok ilyen fogadatlan prókátora lenni Magyar Péternek, de miért pont az ő esetében, és miért a Tisza párt esetében használta meg kell komolyodni kifejezést? Miért nem egyébként a főpolgármester helyettesek jelölési jogát birtokló Karácsony Gergely től hiányolja a kompromisszum készséget? Nem tudom ezt megmondani, hogy ezek a belső beszélgetések hova vezettek. Én azt gondolom, hogy a lakosság már választott, amikor azt mondta, hogy maradjon ő a főpolgármester. Oké, de a lakosság, tehát az, és egyébként beleértve a Karácsony szavazók jelentős részét, listán pedig a Tisza pártot választotta Budapesten. Ezért van felelőssége. Mert kialakult egy eredmény. Amikor kampány volt, nem láthatták előre. De amikor megvan az eredmény, és ismert, hogy 33 képviselőből 10 közel egy harmadnyi szavazat van a Tisza pártnál, és ugyanennyi van a másik oldalon a Fidesznél is, akkor az ő tevékenysége, politikai megnyilvánulásai, üzemszerű működése nélkülözhetetlen a város szempontjából. És amikor azt mondjuk, hogy Karácsony Gergelynek legalább az a jogköre meglegyen, hogy milyen munkatársakkal képzel el a jövőt. Hát egy városvezető egyedül nem képes semmire, az nem van mensó. Ott nagyon fontos felelősségi kérdések vannak, pénzek elosztása egyebek tekintetében, egy olyan kivéreztetett helyzetben, amit most láthatunk a főváros vonatkozásában, hogy rendelkezések ide, rendelkezések oda. Nagyon nehéz pénzügyi helyzetben kell működtetni ezt a várost, és neki szüksége van pénzügyi támogatóra, olyan helyettesre, aki a közművekre oda tud figyelni, aki figyeli a lakossággal kapcsolatos kérdésköröket. Ha nincsenek vezetőtársai, akkor nem tud működni, és lehet, hogy van valakinek ilyen háttérszándéka, hogy ne is legyen működőképes. Ki az, akinek jelen? Hát ezt most én nem az ellenzéki oldalon találom meg, de megszólalhatod, mint láthattuk Baranyi Krisztina is, aki ő maga is elmondta, hogy ő úgy látja, hogy Karácsony Gergellyel szemben akarnak politizálni. Egyesek, kettesek, hármasok. Nem tudhatjuk, mert az erőviszonyok, még egyszer mondom, úgy alakultak, hogy ha nincs megállapodás, akkor beállhat ez a pozíció, amit senkinek se jó. Beszéljünk az előválasztásról. És ugye mondtam az elején, hogy ennek ön tényleg első számú szakértőjének nevezhető. Hát belesétáltam én ebbe. Hiszen hát akkor fogalmazunk így, hogy belesétált abba a szerepbe, hogy a 2021-es országos előválasztást megszervező civil választási bizottságnak. Hát az a rossz hírem, hogy mi ezt korábban kezdtük. Így van. Még a Karácsony Gergely féle előző főpolgármester versenynél jött létre a civil választási Karácsony Horváth Csaba, illetve Karácsony Kálmán Olga relációjában volt itt két. Akkor még voltak Puzsérok is, még voltak egyéb érdekességek. De Puzsér Robert azt hiszem végül az előválasztáson nem indult el, ott hanem magán indult, a de ott volt például, ott volt például az LMP jelöltje, akiből aztán főpolgármester helyettes lett. Tehát volt erre példa, hogy a momentumos ellenérdekű fél, emlékezzünk vissza, elindult főpolgármester jelöltként. Kerpel-Frónius Gáborról. Pontosan, és még részt is vett az előválasztásokon is. Kálmán Olga is, a Kerpel is, és Karácsony is. Tehát nekünk, civil választási bizottságnak ott volt először szerepünk, és megmondom őszintén, abban jól éreztük magunkat. Nem úgy, mint a 21-es választásokat, amikor a pártok... Mi volt a különbség a kettő között? Ez a lényeg.
ott hagyták, hogy a civilek okosan megpróbálják megszervezni, tisztességesen a lakosságot megkérdezni, hogyan és miként képzelik a jövőt, itt pedig a pártok ezt meg akarták, hogy így mondjam, hekkelni. Úgy gondolták, hogy nem a civileknek kell a kezébe adni a döntési jogkört, és nem a lakosságnak igazából, hanem majd ők egymás között ezt letisztázzák. Sikerült nékik olyan belső szabályzatot alkotni, ami álláspontom szerint tönkretette, lejáratta az előválasztás intézményét. De az előválasztás intézményének a lejáratása mindannyiuknak kontraproduktív maradt, mert láthattuk az eredményt. Ugye ott rengeteg anomália volt, az volt az egyik anomália, hogy két különböző rendszerben történt a képviselőjelöltek, illetve a miniszterelnök jelölt megválasztás, az egyik egyfordulós volt, a másik kétfordulós. Lehet, hogy az imént volt véletlenül egy tárgyi tévedés abban, hogy talán az LMP főpolgármester helyettest végül nem adott. Nem az LMP. A Momentum. 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 Akkor stimmel. Adott. Jó. A Momentum. A Momentum adott, persze. Ha LMP-t mondtam, akkor én vagyok a hibás. Igen. Az LMP most került be a fővárosba. Így van. Nekik ugye ez a 19-es, ami egyébként az ellenzék. Most az viszont akkor nincs Momentum. Így van. Momentumot nem csak kiszavazták a választók az európai választásokból, hanem ebből is. Igen, azt lehet mondani, hogy a 19-es önkormányzati választás főleg Budapesten egy siker volt az ellenzéknek, ebből akkor az LMP kivétel volt, most viszont a Momentum esett ki. És ott volt lényegi szerepe az előválasztásnak, mert hagyták, hogy a civil választási bizottság komplett módon lebonyolítsa úgy az online, mint a valós szavazásokat. 21-ben ezt már befolyásolták a pártérdekek, és amit már utaltam szintén egy fél mondattal, a pártfinanszírozás kérdésköre. Rettenetesen kihat erre, mert úgy akarnak jelölteket állítani, közben mindenki jól járjon. Ez önmagában, ha pártlogikát nézzük, akkor nem biztos, hogy a szemükre vethető, vagy igen? A rendszernek a hibája ez. Nem szabadna ilyen függő viszonyokat keletkeztetni, mert aki nem indul el a választáson, mint párt, az nem kap támogatottságot, és akkor nem tud megélni, mert csak a tagjaiból nehezen él meg. Ugye most azért került elő a előválasztás kérdése, mert gyökeresen megváltozott a helyzet az országban az ellenzéki oldalon. Hiszen, ahogy arról a műsor első felében már elég sok szó esett, a Tiszapárt megjelenés, pontosan Magyar Péter megjelenése és a Tiszapártnak az elképesztően jó választási eredménye mindent felülírt, amit korábban az a magyar ellenzékről gondoltunk. Az nyilván változatlan, hogy 2026-ban az ellenzéknek akkor van a legnagyobb esélye a sikerre a Fidesszel szemben, ha minden egyes egyéni választókerületben egy ellenzéki jelölt áll szemben a Fidesz jelöltjével. Az a logikus, vagy hát az egyik logika szerint az a logikus, hogy ez a Tiszapárt jelöltje, mert messze a Tiszapárt a legerősebb ellenzéki párt, de vannak olyan hangok az ellenzékben, és akkor itt a 2021-es odáltal kritikusan, önkritikusan emlegetett előválasztás második fordulójának győztesét, Márki-Zay Pétert, illetve az ő mozgalmát idézem, hogy hiba lenne szerintük, hogy olyan ellenzéki politikusokat, mint például Hadházi Ákos, és soroltak még néhány nevet, kiszorítani az ellenzéki jelöltek közül, mert hogy ők nem tiszások, hanem előválasztást szorgalmaznak minden egyéni választókerületben. Na, az a kérdés, hogy elintézhető-e a 26-os ellenzéki indulók személye azzal, hogy a Tiszapárt az ellenzék vezető ereje, és akit a Tiszapárt jelöl, az az ellenzéki induló. Szóval van három alapvetés, amiből nem szabad kilépnünk. Az egyikről már beszéltünk, a pártfinanszírozás, tehát ez nagyon fontos megélhetési kérdés, úgy így mondjam, hogy működőképes lehessen egy szervezet. Ez determinál. A másik a választójog. Ez egy egyfordulós választás. És ha egyforduló van, akkor kizárja azt, ami a kétfordulónak az előnye, hogy az egyfordulós eredmények ismeretében
jöjjenek létre kooperációs és koordinációs beszélgetések, és jelöljék meg végül is, hogy kilép ki, kinek a hátrányára vagy javára vissza, emlékezzünk Tordján Józsefek visszalépésére és egyebek vonatkozásában. Sorsdöntő volt. Tehát volt két fordulós választás. Ha nincs két forduló, és a választási törvény predesztinálja az ellenzéket arra, amiről már sokszor beszéltünk, hogy egyetlen egy jelölt induljon, mert különben szétszavaznak az emberek, láthatjuk, mi van a szétszavazás következményeképpen, akkor csak a másik fél nyerhet. Ezeket a premisszákat nem szabad figyelmen kívül hagyni, ezért én is előválasztáspárti vagyok a vonatkozásban, hogy a legjobb jelöltek megtalálását lehet determinálni és lehet befolyásolni, de bízzuk a lakosságra. Nulladik fordulónak hívom az előválasztást. Mert a nulladik fordulóban megint kialakulnának azok az erőviszonyok, hogy kinek van esélye, győzelmi esélye, és ki a hiteles jelölt. Nem bemondásra, vagy az úgynevezett füstös szobákban kell megmondani mondjuk Gyurcsány Ferencnek, hogy az én jelöltem, higgyétek el, a legjobb, vagy a Tisza párti vezetőjének, hogy higgyétek el, hogy mi kapjuk majd a legtöbb szavazatot. Ez nem hit kérdése. Hát meg kell kérdezni a lakosságot, felnőtt emberek elmennek és leadják a voksukat, vagy online, vagy élőbe. És akkor lehet abból kiindulni, hogy mit akar az állampolgár. Mert megítélésem szerint a választójog az állampolgárt illeti meg, nem a pártot. És hiba, amikor az előválasztáson külön kell szavazni miniszterelnökre, mert ez nem játszik. Nem választunk miniszterelnököt. Főpolgármestert azt választunk közvetlenül. De senki más nem választunk közvetlenül. Tessék kérem pártszimpátiára szavazni. Az előválasztásnak két oldalát kell megítélésem szerint működtetni. Ki legyen az egyéni jelölt, 106 helyen, és melyik párt a szimpatikus, hogy a pártlista determinációs erősorrendjét fölállíthassuk. Nem kell szerintem miniszterelnök jelölteket kasztingolni. Mondhatja erre egy bármilyen tiszapárti politikus, hogy de hát kedves dr. Magyar György, tisztelt ügyvéd úr, tisztelt civil választási bizottság, megvolt a nulladik fordulója a választásnak, ott van egy országos nagy EP választás, magyarok, pontosabban az ellenzéki érzelmű magyarok döntöttek, 30%-nyi Tisza. Van-e ezzel szemben olyan ellenérv, ami persze ezt az érvet? Az idő. Az idő és a produktum. Hát láthatjuk, a Tisza párt most megkapta azt, amit megkapott, egy bizalmat kapott. Így van. Én szoktam mondani, ebben a műsorban sem mondtam már, hogy magyar remény Péter. Azok is, akik nem meggyőződöttek, de oda szavaznak, mert nincs más alternatívájuk. Az úgynevezett óellenzék, ahogy szokták mondani. Leszerepel, visszahúzódóban van, meg akarja magát tartani. Itt van aztán az, majd gondolom, hogy fölteszi tényleg ezt a kérdést, hogy kell-e a Tiszával szemben egy másik szerveződést létrehozni, vagy erre most nincs szükség, vagy mi lesz azokkal a szavazókkal, akik külföldön vannak és a lábukkal szavaztak már. Csak nem jön el a szavazatuk, nem úgy, mint a határon túliaknak, mert a külföldre mentek és ott dolgozó emberek szavazatai nem érkeznek be praktikusan Magyarországra. Tehát vannak olyan anomáliák és olyan zavarok, amik ebben a vonatkozásban tisztázásra szorulnak. Az a rossz hírünk, és azt látjuk, hogy a Fidesz vissza tud élni a jogalkotási többségével. És ha visszaél a jogalkotási többségével, már említettük a mai beszélgetésben is, hogy mi történt a fővárosi választások vonatkozásában, megváltoztathatja a területhatárokat is, ugye? És a szabályrendszereket is. És ezekkel a befolyásolásokkal, ezekkel megítélésem szerint el tudja lehetetleníteni azokat az elképzeléseket, amik az ellenzéki oldalon felmerülnének. Az előválasztásnak én azért vagyok híve, mert ezt nem tudják befolyásolni. Ott az állampolgár akaratát nem lehet figyelmen kívül hagyni. Mennyi az az ideális idő, mert ugye itt az ügyvéd úrnak az ellenérve az az volt, hogy van egy időtényező, és mondhatjuk azt tulajdonképpen, mint Amerikában, hogy egyfajta félidei választás volt az EP választás. Oké, de mennyi az idő, aminél az előzetes választói akarat az egy legitim forrása annak, hogy mi az ellenzéki pártok erősorrendje? Nem tudom elfogadni, hogy ha fél időben a Tisza párt megkapta azt a mennyiségű szavazatot, amire ő se számított, de ebben a várakozási pozícióban megkapta, hogy fog szerepelni a következő másfél esztendőben?
A választások másfél év múlva lesznek, a kampány pedig majd jó esetben egy év múlva indul el. Mostantól számítva egy év múlva, tehát 25 őszén kell majd ezt élesbe fordítani. Értem. Tehát, hogy mostantól számítva körülbelül egy év múlva kellene. Megnézzük a produktumot. Ön szerint, az előválasztás, vagy a civil választási bizottság szerint, körülbelül egy év múlva, tehát 2025 őszén. Körülbelül egy év múlva, ilyenkor, így október 23 táján fordul ez élesbe. De, és ezt akartam mondani, az előbb csak elmaradt, hogy a Tisza párt, ahogy viselkedik itt a fővárosi közgyűlésben, vagy fog viselkedni, ez befolyásolni fogja majd a választói akaratot. És ahogy fog viselkedni majd a külpolitika relációjában, vagy az Európai Parlamentben, vagy az itteni belpolitikai események körében, mert most Magyar Péter ragyogóan csinálja, amit csinál, tematizál. Ő volt az, aki az elsőként föllépett az árvíz vonatkozásában, ugye? És ő volt az először, aki azt mondta, hogy kérem, nem lehet 40 fokban operálni. És megy a pedagógusok relációjában, megy az egészségügy relációjában, tehát megy előre és tematizál. Minden nap látjuk a bejegyzéseit. Minden nap látjuk, hogy a közélettel érdemben foglalkozik. Meglátjuk, hogy az emberek ennek milyen hitelt adnak. Nem lehet arra hivatkozni, hogy valaki fél időben jó szerepelt, és akkor a végeredmény is már beírhatjuk neki. Hát két fél időben áll egy futballmérkőzés is. Ő most fél időben, ahogy ön mondotta, sikerrel vezet. Azért bátorkodtam itt ugye nem ellenvetni, hanem észrevételezni ezt az időtényezőt, amit az ügyvéd úr mondott, mert ugye azt soha nem lehet megcsinálni, hogy pontosan ugyanabban a pillanatban legyen az előválasztás, mint a választás, hiszen hát ezért előválasztás. Ez a nulladik forduló. Le kell játszani. Le kell játszani. De akkori hangulat és a múltbéli cselekmények a választói akaratot befolyásolják. Befejezésül, mert 3 percünk ajaj, van. Ajaj, szegény szegedi. De befejezésül van egy technikai kérdésem, vagy megjegyzésem, hogy akár az ügyvéd úr, akár a civil választási bizottság, akár ezeket a dolgokat, amiket most itt elmondott nekünk, akár más észrevételeket eljutatott-e bármilyen szereplőhöz, párthoz, vagy volt-e pártok részéről megkeresés önök felé? A legutóbbi időszakban volt. Most nekünk kellett szerepet vállalnunk az önkormányzati választásoknál is. Például előválasztás eredményeképpen lett a kutyapárt elnökéből 12. kerületi polgármester. Ugyanezt történt Zuglóban. Előválasztási feltételrendszerek előteremtésével összefüggésben tudtunk segíteni, voltak felkérésekkel vonatkozásban. Ott a civil választási bizottság tudott működni. Voltak olyan helyek, ahol nem kérték a közreműködésünket. Tehát én határozottan jelentem ki, ez nem azért fontos az előválasztás, mert van, hanem azért fontos, mert megtudjuk egy széles sávú közvéleménykutatásból, hogy hol tartanak az állampolgárok, mit értékelnek. És nem biztos, hogy 25 őszén ott fognak tartani, a 24 tavaszán pontosan tartottak. Pontosan. Tehát meg kell, ezért nevezzük nulladik fordulónak. Ott már nincs nagy különbség. De azt kérem tisztelettel, civil választási bizottság nevében, a pártok ne uralják ezt el. Így is nagyon sok bajunk van a pártokkal, nem bántom a pártokat, szükség van rájuk. Ők az aktorok. Csak ne vegyék tekintetbe azt, hogy ők hozhatnak döntéseket az emberek feje fölött. Az emberek előrébb valóak, és az emberek akaratát kell tiszteletben tartani, nem a pártok érdekét. A pártok érdekét elfogadom, a választásokon ők viszik bőrüket vásárra. Láthatjuk, hogy most a Tisza párt produkciójából fakadóan mekkora felelősség hárul rájuk, és mi lesz azokkal a pártokkal, akik most összezsugorodtak, MSZP, Momentum, Jobbik, nem látjuk praktikusan őket, hát őnekik is kell szerepet adni egy pluralis társadalomban. A demokrácia arról szól, hogy adjam meg az állampolgárnak azt a lehetőséget, hogy azt válassza, akiben a bizalma van. Ha a Tisza pártban lesz a bizalma, akkor majd befutnak. De ha a többi szereplőnek akarnak bizalmat adni, hagyjuk már meg az esélyt nekik. És a legtechnikaibb kérdést hagytam a végére. Tehát jól értem, hogy ön személy szerint, vagy ez egy testületi állás volt, ez is érdekel, egy egyéni képviselőjelölti előválasztást és egy pártszimpátiás választást. Igen, nem a miniszterelnök jelöltet kell. Oké, az egyéni képviselőjelölteket értem, tehát aki az adott választókerületben a legtöbb szavazatot kapja, nyilván az lesz a képviselőjelölt. A pártlistást ugyanúgy kell elképzelni, mint ami most volt a fővárosi választások között.
Ezt is értem. Erős órát. Egy dolgot nem értek, hogy amikor lezajlik a párt szimpátia előválasztás, utána mi történik? Hát utána ki fog erülni egy erős sorrend. Igen, és az erős sorrend alapján mi történik? És mi úgy szeretnénk az előválasztást megcsinálni, hogy nem csak egyre lehet jelölni, hanem lehessen sorrendet. Oké. Okay. Erről már beszéltünk. És egy közös ellenzéki listán olyan sorrendben szerepelnek Oké, okay, akkor így értem. Igen. Tehát ez technikailag gyönyörűen lebonyolítható, csak hagyni tehát kell. Tehát technikailag működni. Egy egységes ellenzéki listát képzelnek el, amelyen az előválasztás pártszimpátiás részének a sorrendjében szerepelnének majd. Egy preferenciális szavazásnak nevezzük ezt. Világos. Amikor a választó nem csak azt mondja, hogy ki legyen az első helyen, megmondja a második, harmadik, negyedik, ötödik helyen lévő pártoknak a helyét is. Világos. És ez és ebben a sorrendben szerepelnek pontosan. Majd. Ezt mi kidolgoztuk a civil választási bizottság matematikusokkal, mindenkivel el van látva, szociológusokkal, tudjuk, hogy mit beszélünk. Én már egy öreg ember vagyok. Nem kell személyesen nekem ezt csinálnom, de boldogan átadom fiatalabbaknak. Csinálják, mert ez a társam érdeke. No, hát nagyon szépen köszönöm. Szerintem itt főleg az utolsó percben olyan dolgok hangzottak el, amikről nagyon sokat fogunk még beszélni a következő másfél évben. Lehet, hogy az első között hangzott el itt a Szeged TV-n, illetve a Szeged TV YouTube csatornája. Nagyon szépen köszönöm dr. Magyar György ügyvéd úrnak, hogy az első vendége volt a Mélyvíz című műsornak. A kedves nézőknek pedig köszönöm a figyelmüket. Azt kérem, hogy akár televízióban, akár online nézik most ezt a műsort, iratkozzanak fel a Szeged TV YouTube csatornájára, hogyha YouTube-on nézik, akkor itt a videó alatt a feliratkozás gombra kattintva lehet feliratkozni. Reményeim szerint találkozunk jövő héten is. Én Gavra Gábor vagyok, viszontlátásra, viszonthallásra.